Van-e, legyen-e visszaút a színházba a MeToo elkövetőknek? Itt vagyok ebben a színházban 20 éve. Ez a színház elég színvonalas, kemény, kritikus előadásokat tud létrehozni, anélkül, hogy ilyen történne a színházban. Amikor arra hivatkoznak, hogy de hát, hogy ez a munkamódszere, meg a, hogy ezt elfogadom azért, hogy vele dolgozhassak. Nem, ezekre nincs szükség. Anélkül is lehet. Itt van rá a példa. Ez a színház tudja anélkül. Tessék utánozni. Mi lenne az első dolog, amit kipróbálnál, ha ellenkező nemű ember lehetnél egy napra? A játékos kulturális élményt a Foxpost szállítja. A műsor berendezését a Max City lakberendezési bevásárlóközpont biztosította. Köszöntök mindenkit! Ma is négy színész fog az Örkény Társulatából azokra a kérdésekre válaszolni, amit önök küldtek be, amit ezúton is nagyon szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy szántak erre időt. Az első vendég Takács Nóra Dia, Máté Zsolt és Fridentál Zoltán. Nevessenek, sírjanak, mi is fogunk, remélem. Úgyhogy első kérdésem, hogy ki mit kér inni, mint házigazda szeretnék itt úgy tenni, mint hogyha ehhez értenék. Igen? Vizet. Vizet? Igen. Vizet. Vizet. Jó, ez egy gyors kör volt, akkor vizet hozok mindenkinek. Ki szeretne kezdeni? Oké, akkor Zsolt. Volt olyan partnered, akivel utáltad a szerelmi jelenetet? Nem, tehát vagy így kifejezetten, hogy utáltam volna, ilyen nem volt. Éreztem magam úgy közben, hogy ez most nem történik meg, vagy nem igaz, vagy... De annak általában inkább a rendező volt az oka, és nem a partner. Tehát úgy nem volt jó a jelenet, és ezért nem lehetett benne azt érezni, amitől a szerelmi jelenet. De így, hogy utáltam, azon esetleg olyan volt, hogy elgondolkodtam, hogy vajon a partnerem gondolja-e ugyanezt. De én nem. Milyen egy tökéletes vasárnap számodra? Hát kérlek. Hát egy nyugodt fölkeléssel indul, ami most így friss apaként, ez egy pár évre, ez így erről lemondhatok, de mondjuk egy ilyen nyugodt kipihent ébredéssel, egy elhúzódó reggelizéssel, tehát ahol nem kell kapkodni, esetleg egy sétával, vagy egy kirándulással, egy nagyon finom ebéddel, amit lehet, hogy én főzök, lehet, hogy elmegyünk valahova ebédelni. És aztán egy ilyen délutáni közös heveredéssel. Este pedig, hát be kell jönni játszani, hogy nincs mese. De nem. Hát úgy együtt lenni nyugodtan. De ha nem kell játszani, mondjuk legyen ennyire ideális vasárnak. Hát akkor van, már 10-kor isztok, nem? Akkor 10-kor már a peskős reggel, igen. Nem, szerintem valami baráti összejövetel, hogy akikkel csak nagyon ritkán tudunk találkozni. Van olyan szerep, amit semmi pénzért nem játszanál el? Hát mit jelent a semmi pénznek? Hogy... hát nem tudom. Szerintem nincs. Most az, hogy hányszor, ugye, az már egy kérdés, de van olyan szerep, amit semmi pénzért. Szerintem... Én azt gondolom, hogy nincs. Nem jut eszembe legalábbis olyan, hogy... De ti szoktatok ezek gondolkozni? Hát nem kapja, amit kap az ember, aztán csinálja. De nem is az, igazából csak, hogy... Igazából inkább az
Tehát a szerep önmagában még nem tehet semmiről, hanem a... Igen, így van. Elkezdem szívni a rendezőket. Ígérem, ma már többet nem fogom. De hogy inkább ott igen, a próbán dől el. Vagy utólag gondolja az ember azt, hogy na, ezt most eljátszhattam, de úgy érzem, hogy ez inkább elment. Ez a szerep, és talán jobb lett volna meg se kapni, ha tudom, hogy ilyen kudarcos lesz, vagy stb. Igen. Mi az a kellemetlen szag, amit titkon szeretsz? Ne kezdjünk el trágárkodni. Meg, hát... Jó. Én most magamban elmondtam, hogy mi az, de tényleg nem. A gyerek kakis pelenkája. Igen, hát ugye? Persze, hogy persze. Nem jutott az eszembe, pedig már három... Ugye? De egyébként meg nem kellemetlen, azért nem. Igen, értem, persze. Nem. Csak kívülről kellemetlen. Hát igen, persze. Örülsz neki, ezt, hogy ott a csomag. Vagy, igen, meg főleg apaként a tipikus, hogy az apuka, hogy szerencsétlenkedik, majdnem elhányja magát, és akkor de hogy próbálja így. De hogy ez nem, de semmi gondom nincsen vele. Kellemetlen szag, amit titkon szeretek. Nem tudom. Jó, mindegy, beszéltünk róla. Amire meg gondoltam, az meg most az enyém marad. Én a pöcegödör szagot imádtam gyerekkoromban. Pöcegödör? Falun, igen. Amikor jó, én városi vagyok, nekem. Meríteni kellett a pöcegödröt és kivinni a merülős vödrökből a trágyadomba, és én azért oda voltam. Ezt most bevallom. De igen, gondolom valami ilyesmit kell ilyenkor. Van-e, legyen-e visszaút a színházba a MeToo elkövetőknek? Micsoda? Van-e, legyen-e visszaút a színházba? Ja, értem. Aha. Hú, hát ez egy jó komoly kérdés, ezt tárgyaljuk meg. Szerintem a helyzettől, meg az esettől függ, hogy ki az, és mi történt. Hát. Nem tudom, én azért mondom ezt, mert ez egy nagyon-nagyon érzékeny probléma, mert már a MeToo alatt az is ott van, hogy én mindig azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy akiket mondjuk úgy abuzálnak, hogy semmiféle döntési lehetősége nincsen. De nagyon sok téma kerül ebbe bele, vagy helyzet, ahol lett volna választási lehetőségenek az illetőnek. És emiatt én ebbe zavarba vagyok, mert én így... Nem hogy tudom. Érted, hogy lett volna választási hát lehetőség? Az, hogy mondjuk azt mondja valaki, hogy megfogja a combodat, és te ezt hagyod, vagy ráütsz a kezére. Szerintem az egy fontos dolog, hogy te abban a helyzetben mit reagálsz. Igen, csak hát ez a kérdés, hogy ki hogy tud erre reagálni. Hát mert értem, ezért nem tudok én, mert én tudom, hogy én hogy reagálnék egy ilyen helyzetbe. Ezekben a helyzetekben, amik történtek így színházban, azt hiszem, vagy én úgy, de nem biztos, vagy lehet, hogy nincs igazam, úgy éltem meg, hogy valahogy nem került teljes kibeszélésre semmilyen oldalról a dolog, hanem maradt egy ilyen balladai homály, maradt egy ilyen, és inkább csak színházi büfékben, meg pletyka szinten lehetett tudni, hogy mi merre halad. Általában a reakciók idegesek voltak, helyenként túlzóak és tatáriálisak, hogy akkor rögtön valakit nagyon, nagyon elbocsátottunk, és soha többet, és nem tudom én. És most egyszerűen képtelenség ezt így általánosan megválaszolni, hogy ez igen vagy nem, mert egyik ilyen történés sem volt olyan őszintén nyíltan, férfiasan, bevállalósan, őszintén kitárgyalva, hogy megtudjuk azt, hogy mi történt konkrétan ez a felelős, hogy ki milyen százalékban. Persze önmagában a MeToo, vagy ezeket a tetteket nem szabad elkövetni és elítélem, de ha valaki, tehát hogyha ezt kitárgyalják és kiderül az igazság, akkor lehet valakire utána azt mondani, hogy na ez kiderült, és soha többet nem szeretnénk látni téged. És azt is lehet, hogy ez kiderült, bűnhődj egy kicsit, és utána pedig, mivel egyébként szakmailag azt gondoljuk, hogy a színház művészetünk része vagy, gyere vissza. Csak semmi nincsen.
nem lehet, ezért nem lehet erre válaszolni, és inkább jobb azt mondani, hogy persze ne jöjjenek vissza. De miért? Vagy nem tudom, vagy nem tudok feltétlenül felháborodni azon, hogy egy illető legenda, egyszer csak valahol hallom, hogy rendezget. És akkor most akkor mondjam azt, hogy szóval nem tudom. Igen, nem, nehéz. Nem. Szerintem ezt így kibeszélni, ez azért nehéz, mert az, aki ebben érintett, az nem biztos, hogy akar, vagy tud, meg hogy akarja, hogy tudjanak róla úgy mások. Persze, tehát nyilván ez a része. Őtől levárható el a legkevésbé, aki elszenvedte, hogy ez ő most nem. Akkor teregesse a szennyest, és karmolja magát még tovább a gerebjével, hogy igen, velem ez történt. Nyilván az sem, hogy hányszor fordult ilyesmi elő, vagy hogy, tehát, hogy mennyi embert érint ez, mert az engem egy kicsit felháborít, akiről már tudjuk, hogy azért ezt nagy közösségben sok emberrel, és aztán mégis. Mert ott szerintem már valami olyan komoly, én azt gondolom, hogy már valami pszichés probléma van, amit nem kell ráereszteni másokra. Aki önmaga jelentkezik, hogy ő ezzel az emberrel akar dolgozni, az dolgozza. De hogy valakinek azt mondani, hogy neked kell ezzel az emberrel dolgozni, azt szerintem az úgy, azért nincs rendben. Most igazából az jutott még az eszembe, hogy az ilyen híresebb esetek, amik történtek, azóta mennyi idő telt el, hogy közben, hát ha, vagy ezzel párhuzamosan, én most nem nagyon tudok, vagy nem hall, vagy lehet, hogy ti hallottad, de hogy nem. Nem, nagyon, meg szerintem, igen. Tehát, hogy hát ha mégis megvan az a következménye, hogy akik ebben a szakmában dolgoznak, és olyan pozícióban, hogy egy kicsit visszafogják magukat, és nem akarják munkaeszköznek tekinteni azokat a dolgaikat is, amin nem tudnak uralkodni. Persze. Mondjuk én ebben mindig, persze az más dolog, hogyha privátban történik valami, de az, amikor egy közösségben történik valami ilyesmi, és nincsen összefogás, vagy a helyzetre egy olyan reagálás, hogy kiállnak azért az emberért, aki mondjuk nem tudja megvédeni magát, én azzal nem tudok mit kezdeni. Szóval, hogy amikor látjuk, hogy mi történik, de senki nem próbál segíteni, vagy otthagyni azt az embert. Na mindegy, szóval. Igen. Még így azt tudom erre ilyen bután kinyilatkoztatni, hogy itt vagyok ebben a színházban 20 éve, ez a színház elég színvonalas, kemény, kritikus előadásokat tud létrehozni, anélkül, hogy ilyen történne a színházban, hogy emberek így viselkedjenek egymással. Ezt csak arra mondom, hogy amikor arra hivatkoznak, hogy de hát, hogy ez a munkamódszere, meg a, hogy ezt elfogadom azért, hogy vele dolgozhassak. Nem, ezekre nincs szükség, anélkül is lehet. Itt van rá a példa. Ez a színház tudja anélkül. Tessék utánozni. Igen. Hát azért szerintem biztos, hogy itt is történt olyan, ami nem biztos, hogy lehet, hogy közben igen, de igen. Mert ugye most én úgy gondolom, hogy tudnék róla, de ha nem tudok róla, akkor most butaságot mondtam. De nem, mert én most nem kifejezetten ilyen szexuális, mert ugye ez is kérdés, de valójában nem mérted az abban, az verbális, nem tudom, és szerintem azért ilyen történik gyakorlatilag bárhol. Csak kérdés, hogy mekkora a mértéke, milyen sűrűn fordul elő, vagy nem tudom, de azért én nekem itt is volt olyan, amikor azt éreztem, hogy... De mondjuk én azt mondom, hogy akkor meg is szólaltam. Szerintem is. Sőt, szerintem te is, Zsolt. Szerintem is. Tehát nem azt mondom, hogy nem történt semmi olyan, csak tudom, hogy amikor történt, akkor az úgy nagyjából nyíltan lett elintézve, és igen. Amikor a balhé kipattant, utána azért kiegyenlítődtek a viszonyok ember és ember közé, és nem pedig nagy művész és kis művész közötti egyenlőtlen harc, vagy nem tudom mi. Szünet. Gondolkodtál-e már azon, hogy elhagyd a pályát? Miért nem tetted? Természetesen... Természetesen gondolkodtam már rajta sokat. Megmondom őszintén, hogy elfogom, mérhetetlen gyávaság. Ez a világ legjobb szakmája. Iszonyat sokat tudok pihenni közben. Ha jól beosztom az időmet előadások, jelenetek között, akkor tudok a kis dolgaimmal foglalkozni, élvezkedni apróságokon. Későn megyek haza, úgyhogy ha még utána van kedvem, nincs. A család már alszik, még azt csinálok, amit akarok. Teljesen kényelmes. Jó, hát már nem, a fizetés is, de az is az tulajdonképpen is így elég. Meg máshoz így nem értek, és látom azt, hogy emberek más munkakörökben hogyan próbálnak
érvényesülni, vagy milyen iszonyatosan keményen kell taposni, könyökölni, teljesíteni, elvárni, nem tudom én, ahhoz, hogy az a valami az. Ahhoz képest én tényleg kaptam ezt a pályát, így becsomagolva szép masnival, a szerződéssel, a mindennel, 20 éve. Iszonyatosan szerencsés vagyok, és miért hagynám el? Ez az egyik fele, a másik fele. Tényleg nem értek így igazából semmi máshoz. Nyilván, ha kényszer hozná, akkor, de az egy másik helyzet. Szóval ehhez értek, imádom csinálni, mindent imádok benne, minden kis részletét. Csinálom ezt a színházon kívül is, ilyen kis saját pecsenyéket forgatok nyárson, fondorlatos szemmel, hogy majd jól bemutatom valahol, és megnézik, és híres leszek, még híresebb. Nagyon iszt, tehát mint a gyerekeim a legózással, úgy el tudok ezzel bíbelődni. Érdekes módon a színészet tartozik ebből a legkevésbé, ez a része, valahogy az a, de írni, kitalálni, hogy díszlet, meg a kis világa, meg dalszövegeket írni, meg zeneszerzőkkel kollaborálni, mesterkedni, mindenféle. Imádok zeneszerzőkkel egy légtérben lenni és valamin így dolgozni, az a legjobb része az egészben. És szeretek rendezni is, mert mindig azon jár az eszem, hogy most megmutathatom, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. A színészek felé embermarát, barát módon, hogy mindenkinek jó legyen, meg nem tudom. Tehát ebben benne van a válasz is, igen, hogy miért nem tetted eddig. Nem tudom, ezt tényleg tudnám életem végig csinálni, élvezem. Akkor is, ha rettenetesen fáradt vagyok, unom az előadást, rossz kedvű vagyok, nem jó a szerep, stb. Tehát közben sok hajtűt is elhaigálok közben ebbe a nagy szeretetbe. Hát ennyi. Én csak annyit szóltam igen. A családomnak, hogyha látják, hogy rossz vagyok, akkor szóljanak, könyörgöm. Szóljanak, legyen olyan, aki mondja, hogy Rik, ezt hagyd abba, ha én nem venném észre. Ez a legrosszabb, amikor az ember nem veszi észre. Mit akarsz mondani? Ne, hogy hagyjam abba? Nem, igazából a család az rossz benne, hogy nem látod a gyerekeidet esténként, igen. Amikor játszol, és igen, abban van valami lesújtó, hogy na, apa, mész dolgozni. Igen, jó. Igen, de amikor érted, a káosz van otthon, és így neked el kell menni, azért az nem annyira rossz néha. Szágjátok ki, nem mondtam semmit, csak... Őt nem éreztetek, hogy alkalmatlanok vagytok? Tehát nem jött el olyan pont, amikor az volt, hogy... De már egyre ritkábban. Majd gondolom, idővel majd megint elkezdem érezni, és aztán már úgy marad. Volt olyan előadás, miután megcsináltuk, azt éreztem, hogy ezt nekem abból kéne adni. Olyan volt. Nekem is ilyen volt. Olyan volt, hogy megcsináltunk valamit, és akkor azt éreztem, hogy ez nekem nem megy. Igen. Általában az első két hetében a próbaidőszaknak. Ezt érzed mindig? Érezni, teljesen alkalmatlan vagyok. Ez nem fog menni. Na hát akkor kezdheted hétfőn az újat. Jó, hát, tudni új fogom, mi van benned. Igen. Nem baj, de a két hétig kivírjuk. Nem tudom, nekem ebben a tápszínház nagyon sokat segített, hogy ezt ne érezzem. Ugye ez a rossznak lenni, az tulajdonképpen jó, elmentem én is egyszer. Egy igazi minőség. Én rossz sem tudtam lenni, hát annyira, vagy hogy... Nem, hogy rossz nem tudtam lenni, hát semmi, hát nem tudom, mint... Úristen, mint hogyha, nem tudom, atomfizikát kellett volna, nem tudom. Én attól égtem, hogy égni kellett, de még azt se tudtam. Igen, hogy én nem éreztem. Ezek voltak az igazi gyöngyszemek ott akkor. Mi már nagyon profin égettük magunkat. A főiskoláról, és tök jók vagytok, mert úgy égtek, hogy közös sikeretek van, meg állzott, és úgy égünk, hogy tényleg azok szellemes. Tényleg a nézők így. Azok szellemesek voltak. Ki van? Nem, azok szellemesek voltak, én meg halálkíros ezt éreztem. Tehát, ez nem a... Az olyan, mint akkor az egyetemen a Bodó Viktor bedobta a szivacsot, és akkor legyen bármi. Jaj, basszus, erre mindenki olyan jót tudod kitalálni, hogy szivacs, mi legyen az. Igen, nem nincs szivacs, fantáziám, rossz vagyok. De gáz vagyok. Igen. Ezektől én is rettegek. Szivacsoktól. Szivacs. Zoli jön. Figyelem az eseményeket, Zoli jön.
mit is jelent az a szó, hogy celeb crush? Kérdem a jelenlévőket, a nézőket. Akkor szeretnénk... De biztos, hogy mi nem tudjuk mi. Én nem tudom se. Egy híresség. Vagy nagyon bejönnek valaki. Egy celeb. Egy celeb? És celeb crush-t érzel itt el iránta? De mi a kérdés, Zoli? Vagy ki az én celeb crush-om? Ja, értem. Na, mit vagy az, aminek a szégyen? Ki a kedvenc színészed, nem? Vagy így egyszerűsítsük, vagy, vagy lehet az nem, ilyen... Nem, az a celebritásod. Nyilván a celeb az magával a celebritással van egy kellemetlen szájízen. Akkor ne legyen celeb, ki a kedvenc ced? Ki a kedvenc? Kedvenc színészed? Akivel ced. Crush-olsz. Aki a crush-olsz. Hát nem akarok megsérteni senkit. Nem, mondd ki nyugodtan. Mondd ki a kedvenced. Mondhatsz engem, ha akarsz. Mondj külföldi Zoli, és akkor csak nem sérted. Az a biztos. Két benset megsértődik meg. Nem őt mondtad. Gondolkodjunk. Nekem a Csányi Sanyi. Nekem a Gálfi. Biztos kivágjuk. Kedvenc színészem. Ezt tudja. Nekem a Ritásom, vagy mi az a vége, Krássom. Én most a Csúlyát mondom. Csúlya Imrét. Akkor te is mondj valakit. Te is mondjál valamit. Nekem is. De én most nem magyart akartam. Hát mondani, nem kell magyar, én csak viccbe mondtam a magyart. Mert akkor az Csányi Sanyi, de hogy... Na jó, akkor Csányi Sanyi. Nekem is. Nekem is. De nem. Örülni fog. Nem. Nekem most az a jó, hogy még azt sem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, mert ezekkel a nyelvek azt egyébként nem vagyok. A Metzmikkelzen, vagy Metzmikkelzen. Jaj, de jó, ön nagyon. Elfogadnál most állami kitüntetést? Na. Tehát... De jó téma. Imádom. Egyrészt abszolút azt gondolom magamról, hogy ha kapnék, akkor járna. Tehát... Ezzel együtt ez a gyülekezet, amit államnak hívunk, ez nekem, tehát hogy nincs közünk egymáshoz. Valaki akar erre válaszolni? Nem tudom. Nekem olyan válaszom van, ami sértő, úgyhogy nem. Vagyis hát, de elmondom. Én is próbáltam megsérteni őket. Nekem mindig azt mondták, hogy amit adnak, fogadd el, amikor ütnek, szaladj el. De ez most komplikáltam. Annyira nem jó az a válasz, de valahogy mindig így gondoltam, hogy... Na. Egyébként kaptam 3 éves alkotói ösztöndíjat az MMA-MMKI-tól egy viccből beadott közös tervre, amit azért adtunk be a zeneszerző barátommal, hogy magunknak legyen határidőnk a munkában, amit mi kitaláltunk, hogy egyelőre az asztalfióknak, de majd valami lesz vele, hogyha úgy érezzük, hogy ez egy jó ötlet, és elég jól haladtunk benne. És teljesen váratlanul kaptuk az e-mailt, hogy megnyertük ezt a pályázatot, és 3 évig kapunk havonta 170 ezer forintot alkotói ösztöndíjra, négy havonta kell találkozóra menni, és beszámolni arról, hogy hol tartunk, és tulajdonképpen igen, erre is azt tudom mondani, hogy amivel pályáztunk, az megérdemli azt, hogy 3 évig fizessen érte egy fenntartó, vagy egy ilyen kulturális vezetés. Úgyhogy csak tudom, hogy közben ez a felettes gyülekezet, ez micsoda, és hogy ez onnan van. Nem tudom, hogy. De tudok tőle aludni azért. Jó, de te azért dolgozol, Zsolti. Persze, de hát miért? Más nem dolgozik, és nem kap... semmit. Tehát, jó, persze. Dolgozunk, igen, de az olyan egyértelmű szerintem. És tehát nem azért, nem tudom, mindegy. Mi a legromantikusabb dolog, amit valaki valaha megtett, érted? Hát végülis, amikor a feleségem igen mondott, az egy romantikus dolog volt. Valaha. Passzolhatsz is. Nem. Annyira mondanék valamilyen... Én is mondanék valamilyen, hogy
Nem, én csak azt tudom, hogy biztos, hogy történt ilyen, és abban is biztos vagyok, hogy én az egészet nem vettem észre. Igen, valószínűleg ez történhetett. Rendkívül jellemző rám, úgyhogy én ha megfeszülni se tudnék mondani semmit, és viszont biztos lennék abban, hogy ilyen történt, akár nagyon sokszor is. Réka? Nem tudom, hát mit mondjak, hogy nekem nagyon sokszor történik ilyen a házasságomban, mert Sanyi mindig figyel arra, hogy amikor azt érzi, akkor mindig valahogy csinál valami olyan gesztust, ami például most elvitte a gyerekeket két napra, és egyedül voltam. És az halálosan romantikus és jó érzés van. Főleg, ha még ő is itt lenne veled kettőből. Hát igen, az még jobb lett volna, így, hogy egyedül is tudtam egy kicsit lenni, kitakarítani, meg ilyesmi, azért ez nagyon jó. Csak hogy ő erre figyel, és ezt én tök ne, hát nem is romantikus inkább, hanem ilyen törődőnek gondolom, ami szerintem nagyon jó érzés, hogyha valaki figyel rád. Igen, ezt én is elmondhatom, csak ez a egy leget választani. Tehát minden, hát igen, igen. Minden hétköznap romantikus, minden pillanatban van romantika, de nem tudok kiválasztani egyet, ami vagy most fölülír mindent. Három éves pókember volt, és amikor a pókember azt mondja, hogy szeretlek, anya. Hát soha nem mondhatom, hogy a pókember azt mondja nekem, hogy szeret. Ez tök jó volt. Mi lenne az első dolog, amit kipróbálnál, ha ellenkező nemű ember lehetnél egy napra? Ujjaj! Hát biztos bemennék egy női WC-be. Várj, ezt nem értem, hát férfiként, de azt reflexből tennéd, nem pedig kipróbálásban. Ja, ez igaz. Akkor én férfi... Igaz. Én amíg nem voltam családos ember, vagy ilyen fiatalabb, de eszembe jutott ez. Én biztos, hogy akkor azt csináltam volna, hogy egy napon van rá, hogy valahogy minél hamarabb összejönni egy férfival, hogy tetszem-e neki, és lefeküdni vele. Úgy volt. Tehát ezt, rögtön ez. Ha nő lennél? Igen. Mert ha egy napra kapom ezt, akkor hogy tetszenék-e, mint nő a férfiaknak. De szerintem, hogy ezzel, igen. Hiszen az egész ötlet is abból van, hogy az ember tipródik, hogy férfiként tetszik a nőknek, próbálkozik, nem megy, ilyen időszakai vannak, stb. És ha ez a fordítottján valamiért ez így szóba kerül, hogy abszolút ugyanazt a problémát akarnám megoldani. Olyan fura, most azt gondolod, hogy mit nem csinálhatok én, mint nő, amit csinálhatnék, mint férfi? Hát például nem pisilhetek. Ezért nem pisilhetek. Nem kardolhatsz volna. Nem pisilhetek állva. Igen. Tehát, hogy igazából mit? A borotválkozás, igen, de azt is végül is hát, másik igen. Testrészen. Tulajdonképpen nagyobb felületet. Nekünk csak itt. Ezt mondom, hogy én érdekes van, hogy most azért nem tudok hirtelen mit mondani, mert olyan érzésem van, hogy mi mit csinálhat egy férfi, amit én nem csinálhatok. Hát ezt csak én gondolom így. Jó, értem, hogy egy minimum egyszerben különbözünk, de hogy... Nagyon okos vagy, Dia. Tényleg, ez nekem eszembe sütött. Nem tudom, hogy okos vagyok-e, de most... Nem, de jogos a dolog. Nyilván, hát igazából persze, nem ugyanaz az érzet bizonyos dolgokat nőként csinálni, biztos, de hát én akkor is nő lennék, vagy tudnék róla, hogy belebonyolódtam ezt a kérdésbe. Hogyan szeretnél meghalni? Egy gyors válasz, egyszerű válasz. Megfulladni nem szeretnék, ezt kizárnám, a fulladásos halált. Lehetőleg, nem tudom, talán most azt mondanám, hogy váratlanul, tehát, hogy ne legyen rákészülés, ne tudjam, hogy mi fog következni. Zongora a tetőről. Úgy. Vagy pianino. Én is azt mondtam, hogy kezdett gyorsan. Gyorsan. Elmennél pszichológushoz, ha úgy éreznéd, hogy nem tudsz megküzdeni a problémáiddal? Elmentem. Mi a véleményed a színpadi mesztelenségről? Én kikapcsolok. Szóval, hogy magad akkor nézed? Hát mondjuk most nem nézőként, az van bennem, hogy így azt fogom nézni abban a pár percben, hogy neki mi, hogy áll, mit csinál, hogy... Szóval, hogy én kikapcsolok.
Én szerintem nincs rá szükség, de ez az én véleményem. Én iszonyatosan jól érzem magam közben. Egyáltalán nincsen bennem az, hogy mutogassam magam direkt, csak amikor adódik, hogy mondják, hogy és akkor itt messzelenül kéne ezt csinálni. Jó, persze. Tudom azt, hogy igen, hogyha messzelen vagyok, akkor hú, de bátor vagy, hú, de bevállalós vagy, akkor ezeket az olcsó dicséreteket így le lehet rögtön aratni. De tényleg a 33 álomban, amikor egy nagy füstbe bementünk, tényleg a legöncélúabban vonaglani. Ráadásul úgy volt, hogy aki nem akar teljesen messzelen lenni, annak nem is kellett. Tehát tényleg lehetett választani azt, hogy tényleg meg úgy voltunk benne, aki nem akar, és ott bemenni abba a füstbe, és ott így nyújtózkodni ilyen artisztikusan egy ideig, aztán kimenni, és tényleg semmi... Igen. És közben meg tényleg fölösleges, mert tényleg azt nézi az ember, hogy mekkorára ment össze a színésznek a izője, vagy a, ami nem tartozik a tárgyhoz. Hát igen, meg a nők nem mindig azt nézed, hogy szülés után, vagy nem tudom, leadott-e kilót, nem, hogy szoptatott-e, nem szoptatott. Ez minden látszik, minden megnéznek, és az ember így, az más. Viszont az egyik a legerotikusabb jelenet, amit valaha láttam színpadon. Néztünk egy német előadást, ahol egy gyönyörű, hosszú fekete hajú nő, nem ismertem, német színész, nagyon jó színésznő volt, egy prostituáltat játszott, és az volt a jelenet, hogy éppen elmentek tőle, és ő megmossa magát. És ez úgy történt, hogy volt rajta egy térdig érő piros szűk ruha, ami alatt nem volt semmi. És nem vetkőzött le, csak odaült egy lavor fölé, és elkezdte magát mosni, de ilyen tök lassan, és közben láttad a testét, vagy azt, hogy ez mit jelent, és mégis azt éreztem, hogy úgy mindent látok, de mégsem. És ez számomra teljesen kifejezte azt, hogy így is lehet, vagy hogy nekem ez elég volt. Hát valami ez azért hozzátartozik. Nem tudom, nekem nem. Biztos akkor is. Aha. De lehet, hogy most én például itt játszom a szomszédba a bábuk kurvát, és hát ott érted, ott fura lenne, hát jött a helyzetre a úriember, tehát hogy nem jó, hogy sokáig köpeny van rajtam, de hát utána muszáj, mert hát az, tehát én azt gondolom, hogy amikor megkívánja, akkor persze, jó, hát ott a stúdióban végképp zavarba ejtő, tényleg egy fél méterre vannak tőlem a nézők, nem én jövök zavarba, hanem érzem, hogy sokszor ők, azt is látom, hogy valaki nagyon boldog, de... Tapsa, de félre nézek körbe, vagy ki mer még a szemembe nézni. De hogy... Szóval szerintem van, amikor megkívánja, és akkor engem nem zavar. Engem akkor zavar csak, hogyha azt látom, hogy jó, ez azért, mert akkor most hú, de kurva izé vagyok bátor, na az úgy, akkor úgy nem érdekel. Volt már a színházzal kapcsolatos rémálmod? Ha igen, mi? Végre! Önállás. Hát rendszeresen. Szerintem egy olyan fél évente van rémálmom. Általában egyébként mesztelenül szereplek ebben a rémálomban. De ez mostanára már mellékes lett, tehát eleinte még ettől stresszeltem álmomban, hogy ez van, most már teljesen természetes, és a leggyakoribb történet az, amikor egy friss példánnyal a kezemben készülök az előadás, megy az előadás a színpadon, én nem tudom, hogy mit kell játszanom, a kezemben van a példány, természetesen össze-vissza, tehát nincs lapszám sorrendben. Nagyon nagy színházépületben vagyok, hallom a műsorhangot, vagy hallom, hogy valahol zajlik az előadás, és rohangálok az épületben, hogy megtaláljam a színpadot. Valahonnan tudom, hogy nem sokáig jövök, noha fogalmam sincs, hogy mit kell csinálnom. Néha zenés darabban kell játszanom, akkor találkozom egy korrepetitorral, aki a zongor alatt alszik. És én kottával a kezemben próbálom felébreszteni, és amikor nem megy, akkor gyorsan tovább keresem a színpadot, katakombákban, padlásterekben, és soha nem érek be. Tehát még nem sikerült eddig. Lehet, hogy elérnem. Túl sokat ugrottál be mostanában. Lehet, hogy ez elmiatt. Hú, ez tényleg. Nektek is van. Hát biztos. Nekem konkrétan az, hogy itt, amikor még ment a vihar,
hogy a pogány helyett be kell ugranom a viharba, és ott a jutkát egy ilyen nagy ilyen fém szerkezeten tolták, úgyhogy valami lepel volt rajta, és én konkrétan azt elmondtam, és nem tudom a szöveget természetesen, meg semmi, és hogy mert úgy így hirtelen kellett, és hogy az alatt a fém szerkezet alatt, meg a lepel alatt ott van a sugó, aki onnan próbálja felsúgni nekem a szöveget, de semmit nem hallok. Ez így, de most ezt többször is elmondtam, és erre rá egy hétre egyszer csak jött a kérdés, hogy a pogány helyett beugranék-e. De nem a viharba, hanem egy másikba. Tehát, hogy így az nagyon ijesztő volt. Ariel volt a jutka, igen. Akarsz elválaszolni? Nem, érdekes módon nekem nem szoktak színházi rémálmaim lenni. Nekem ugyanaz, mint az Olinak. Nekem is egyébként ezek az izé, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni, de be kell menni, tudom, egy pillanaton. Nem, ez a szöveg, menni. Hogy nem tudom, az állandó. Igen. Hogyan reagálsz, ha megszólal egy telefon a nézőtéren? Annyi nekem. Amikor csak tehetem, vagy tényleg olyan jellegű a dolog, akkor megállok és megvárom, amíg a dolog megtörténik, és aztán folytatom. Azt nem gondolom, hogy nekem el kell kezdenem párbeszédbe kerülni az illetővel, éppen elég probléma az neki, hogy valahogy azt a telefont elnémítsa, és közben szégyeli magát, hogy ez megtörténhetett. Olyan nem volt még, hogy fel is vették? Én nekem az a kedvencem. Színházban vagyok, itt ülök, igen, hát jól van, majd hívlak. Csing-csing, megint csak. De mondom, hogy színházban vagyok. Nem, mert ha valaki... Ez is ugye, tehát hogyha tulajdonképpen... Persze nem vagyok, mivel van szó. Tulajdonképpen azt látnám rajta, hogy igyekszik ezt rövidre zárni, ezt a beszélgetést, akkor azt is meg tudom várni. Ha ő gondtalanul elkezd trécselni, akkor nyilván meg azt vagy mondanám a másik, neki, tudjátok, hogy... amikor az van, hogy csöng, és úgy tesz, mintha nem az övé. Igen. És mindenki tudja az övé, de nem veszi föl. Szóval hát igazából a kérdés az sugallja, hogy érzek-e ilyen nagy felháborodást színészként, hogy ez nem. Hát de annyi válfolyam ennek, van a cukorka. Azt is szerintem, amikor úgy bontják ki, hogy nézd rád. Az egy asszonyt a Jurányiba játszom, az egy kis hely, és amikor az első sorban éppen arról beszélek, hogy a második gyerekemet hogy vesztettem el, és néz a szemembe, és bontja a cukorkát, és így... Igen. Valamiért nincs tisztában azzal, hogy az akusztika az fordítva is működik, tehát onnan a színész viszont hang eljut hozzá, de a cukor... Én is kibontottam egy cukorkát, és rájöttem, hogy ez azért van, mert én azt hiszem, hogy ő nem hallja. De igen, tehát hogy az a feltétel, pedig hogy, tökéletes hogy ez a negyedik hogy fal, az létezik. Az igen. Igen. Kinek köszönheted a leginkább, hogy itt tartasz a karrieredben? Nagyon sok embernek köszönhetem, aki terelgetett ezen a pályán. Például volt egy Csík Csaba nevezetű rendező, akihez jártam anno egy ilyen stúdióba szombatonként, és a szüleim nagyon ellenezték ezt az egész színházi vonalat, és egyszer tök váratlanul feljött hozzánk, és leült velük beszélgetni, és azt mondta, hogy ha nem veszik fel a fiúkat a következőbe, vagy a színművészeti főiskolára, vagy a Nemzeti Stúdióba, akkor visszafizet minden eddig befizetett tandíjat, és aztán föl is vettek. Ez azt hiszem, hogy ez egy elég fontos, fontos pont volt. De jó, ez egy jelenet, igen. Igen. Mennyire vagy morcos, ha éhes vagy 1-től 10-es skálán? Én nem vagyok annyira ilyen. Én nem vagyok annyira éhség. Semmire nem vagyok hajlandó. Amikor terhes voltam, az egy más tészta. Hát az más, persze. Szóval amikor ott volt előttem a pizza, és elkezdtem sírni, hogyha ezt megeszem, akkor még hízni fogok 2 kilót, és amikor Sanyi belenyúlt, hogy akkor elvegyen egy szeletet, és akkor azért kezdtem el sírni, hogy akkor azért azt nem ár, hogy elveszi. Oké, hogy sírok tőle hízni. Ez az én pizzám, én nem ehetem. Hát igen, de nem jön hozzá senki. Igen. Az egy más kérdés, de nektek akkor mi? Nem, hát ez attól is, hogy mennyire éhes az ember, de nem, el tudom. Nagyon elmondtam akkor. Mennyire vagy morcos, ha éhes? Hát, ha éhes vagy. Hát, ha nagyon éhes vagy, mondjuk kiegészítem a kérdést. Ha nagyon éhes vagy, akkor 10-es.
Tízes? Kifejezetten kellemetlen emberré változom. És főleg előadás előtt, tehát színházi éjség. Nem... Előadás előtt tudsz enni? Nem. Nem, ugye? Akkor nem. Utána nem. A rossz. Utána, előadás után, akkor éhes vagy. És nincs már semmi a büfében. Megeszed a gyerekek maradékát otthon. Egyébként nálam van egy furcsa reflex, hogyha színházban megyek nézőként, akkor iszonyatosan megéhezem. Tehát függetlenül attól, hogy mikor ettem utoljára, az előadás végére egyszerűen te sóvárgok valami táplálék. Ez... Akkor is, ha jó, akkor is rossz. Úgyhogy a pszichológusod számát majd elkérdem mindenképpen. Mindenki. Hány különböző helyen laktál eddig életedben? 6. Ezt így meg tudsz számolni. Hát de... lehet, hogy 5 volt. Most így. 20. De kb. Megkockáztatom a 20-at. 20-at? Nagyon sok helyen laktam. Az jó sok, igen. Hát ez ilyen albérlet. Albérlet, én is azt néztem. Rengeteg. Színész otthon, koli. De hát már a házasságom alapján is már a 3. helyen mi is a 3. van, igen. 4. mert még amíg nem volt még. Hol találsz békére? Ez most nagyon vicces. Itt de... ennél az asztalon. Nem. Én azt hiszem a Kákonyi Árpi mellett. Jó, jó, az egyébként azt mondogatja, igaz. Hogy béke, meg mit tudom minden, de ő az, aki azt tudja belőlem kiváltani, akármilyen ezért van stresszes helyzet, meg nem tudom, kivéve, ha ő is éppen nagyon stresszes, de akkor meg valószínűleg attól pont, hogy na, ha Árpi is ennyire stresszes, akkor annak biztos, hogy oka van. És valami ő. A Kákonyi egyszer ilyen fura állapotomban meg is írtam neki, hogy engedje meg, hogy mellé temessenek, vagy hogy bárhogy ő TPS országod, drágább. Igen, igen. És itt most elmondom, hogy azért is könyörgök neki évek óta, hogy csak papíron vegyem feleségül, hogy engem Kákonyi Árpád nénak hívhassanak. Mert akkor, amíg játsszuk még a tótékat, mert úgy kiírva, hogy Ágik a Kákonyi Árpád né, szerintem az úgy teljesen jó lenne. Igen. Még csak mosolyog rajta. Feleségem féltékeny rám, amikor hajnalban megyek haza, és kérdezi, hogy hol voltál? Árpival beszélgettünk a büfében még előadás után. Igen. És az békés. Az féltékeny is rá. A... Szerintem vége? Igen. Hát, de szeretnél arra válaszolni? Nehogy benned maradjon valami. Nem volt olyan mi kérdés. Pillanatra rápillantottam, tényleg nem. Jó, hát köszönjük mindenkinek. Nagyon szépen. Köszönjük szépen. A játékos kulturális élményt a Foxpost szállította. A műsor berendezését a Max City lakberendezési bevásárlóközpont biztosította. A szereplők frissességéről a Jana Ásványvizei gondoskodtak.